A nyíregyházi települési értéktár délelőttje volt a pénteki. A Városháza Rudi termében előbb az eddigi 46 mellé felvett újabb 6 település érték gondnoka, illetve javaslattevői vették át a város emléklapját. A legújabbak között a nyíregyházi törvényszék épülete, Váci Mihály irodalmi munkássága, Szesztai László mérnök munkássága, a Vikár Sándor zeneiskola, a Szabolcsi Dohány és a nyíregyházi villamos. Igazából ez a villamos az édesapámnak kellett, mert ő még úgymond gyárt ezzel a villamossal. Egy véletlen folyamán talált ő még rá 98 körül erre a villamosra, ami nagyon rossz állapotban volt, és elhatározta, hogy ezt fel kellene újítani. Ez 2003-ra sikerült is, akkor került ki ide a mostani helyére, és utána ez valahogy úgy apáról fiúra, akkor én még a villamossal, hogy csak barátkoztam, de ma már látom azt, hogy ez tényleg milyen kedves a város lakók számára. Ahogy gyűltek a villamos körül az információk, egyre biztosabb lett a család abban, hogy ezt meg kell őrizni. Időről időre felújítják, megmentik a kocsit a garázda emberek elől. De vajon miért kerülhetett a Szabolcsi Dohány, ez az egykori tőzsdei áru a nyíregyházi értéktárba? Én úgy gondolom, hogy azt a kultúrát, munkakultúrát és azt a szociális hátteret kell figyelembe venni, amit gyakorlatilag a dohány biztosított ennek a megyének. Nagyon sok családnak a kiemelkedését, a mindennapi életét és fejlődését biztosította hosszú évtizedeken keresztül. A kulturális életből is több személyre, intézményre érkezett jelölés, így például a zeneiskola pedagógusainak és növendékeinek kimagasló tevékenységére. Amikor beiratkozik egy gyermek, vagy akár csak elmegy az iskola előtt, elkezdődik egy folyamat, egy zenei nevelés, ami aztán lehet egy továbbtanulás, lehet egy művészeti versenynek a legfelső foka, tehát akkor is a mindennapokban ez egy gyönyörű szép munka, egy nagyon szép szolgálat a művészet és a gyerekek iránt. És úgy gondolom, hogy nagyon sok jutalommal vagy díjjal rendelkezik már az iskola, nagyon sok helyen veszünk részt. De azt, hogy a mindennapi munkánkat helyben, az itteni közegben is elismerik, és méltónak találták arra, hogy Nyíregyháza értékek között szerepeljen, én úgy gondolom, hogy személyesen nekem is, és bármelyik kollégánknak, tanulóknak, a szülőknek is egy öröm lehet és egy büszkeség. A város polgármestere köszöntőjében szólt a múlt és a jelen értékeiről, melyeket évszázadokon túl is őrizni kell, és szólt arról az együttműködésről, mely a város, az érték, illetve az ajánlója vagy gondnoka között működik. A város értékei megbecsüli az értékeit, azokat, akik ezeket képviselik és gondozzák, és én azt hiszem, hogy ezek a gondozók ugyanúgy értékelik Nyíregyházát, figyelemre kíséri, és ez a kölcsönösség a biztosíték annak, hogy ezek a helyi értékeink fennmaradnak, és az utána jövő generációk is tovább fogják ezt vinni. Az ünnepségen részt vette egy korábban a település értéktárba került nyíregyházi sportoló is. Mindig nagyon büszke voltam arra, hogy én nyíregyházi vagyok, és soha nem akartam más mondjuk klubban úszni és edzeni, mint a nyíregyházi, akkor még NVSC volt, úgyhogy egész pályafutásomon elmondhatom, hogy nyíregyházáért úsztam, tettem az itt élőkért. A péntek délelőtt folytatása volt a település értéktár korábban meghirdetett két rajzpályázatának eredményhirdetése. Az egyik címa a Mesélő értékeink, Nyíregyháza kincsei. A másik pályázat pedig a Nyíregyházi kalandok képregény pályázat. A Zelk, a Jókai, a Bem, a Kodály, a Szent Imre és a Szent Miklós iskola diákjai küldték be a legtöbb rajzot. A gyerekeknek van egy ideájuk a városról, a város épületeiről, vannak vágyaik, amelyeket belerajzolnak, akár a rajzokban, és amit láttam rajtuk, nagyon szép színes világban rajzolnak. Ez azt jelenti, itt a színek erőteljes használatával, hogy a lelki világuk az rendezett jó körülmények között vannak. A pandémia, mert pandémiás időben rajzolták azért ezeket a dolgokat, még annyira nem viselte meg őket, és van kötődésük a városhoz, amit én nagyon fontosnak tartok. Végzős Kodályos nyerte a Mesélő értékeink pályázatát.
A Nyíregyházi Múzeum falunak az egyik házat rajzoltam le, fekete-fehérben graffittal rajzoltam rajzórán az iskolában. Nem a zsűrinek, most inkább a diákoknak volt nehezebb a dolguk, fogalmazott a képregényes pályázat zsűri elnöke, Ima Győztes. Nyíregyháza történelmét szerettem volna mindenképpen bemutatni, és én úgy gondoltam, hogy a Nyíregyháza bombázása téma az nagyon megfogott engem. Még mielőtt elkezdtem a képregényt, megcsináltam az első panelt, akkor még nem tört ki a háború szomszédos országunkba, és először az inspirációt egy nagyon híres japán animációs film ihlette, a Szent János Bogarak sírja, ami később megalapozta egyébként az egész animációs ipart, tehát egy nagyon kultikus mű, és az japán bombázásáról szól. A 21-es pályázat győztese az olvasókat szembesíteni akart azzal, hogy segítsenek, ha kell. Szövege is van persze a képregénynek, mely pontos információkat közöl a történethez, aminek nincsen boldog vége. Egy nagyon is érzékeny kérdéssel zárja a főszereplő a cselekményt. A pályázatra érkezett diákmunkákat május 27-ig nézhetik meg a Városháza első emeletén, a díszterem előtt, munkanapokon és hivatali időben.